Mi ez a nagy csend Bencsik Andrásról és az ugandai meleg párokról a jobbos médiában? Sehol egy Jesse, sehol egy Ferrájtádám, sehol egy cikk, sehol egy videó. Hát srácok, ez így a lehető legkínosabb. Mint ismeretes Orbán egyik első számú propagandistája, Bencsik András nemrég jó hírnek nevezte, hogy Ugandában az összeházasodott melegeket, akiket ő bubuknak hív, nem igazán akarják életben hagyni. De van egy jó hírem is, ha megengeditek, mert Afrikáról nem beszéltünk, biztos ti is láttátok ezt a hírt, hogy Ugandában a parlament egy LMBTQ ellenes törvényt hozott, tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik a magyar jobboldali sajtó ebben az ügyben nagyjából annyira hallgat, amennyire a miniszterek a kormányüléseken, amikor Orbán Viktornak fel kéne tenniük bizonyos kérdéseket, de hát itt tele van a gatyájuk. A YouTube-os labzártámig, vagyis addig, amíg ezt a videót kitettem a YouTube-ra, gyakorlatilag egyetlen egy jobboldali influencer nem szólalt meg ebben az ügyben, én legalábbis nem találtam egyetlen megszólalás sem. A hírportálok közül egyedül az Index írt erről, feltéve, hogy az Indexet jobb portálnak tekintjük. De a többi portál, a megafonosok, a patrióták szépen kussolnak. Na most ugyebár nagyjából két dolgot tehetnének ezen kívül. Megpróbálhatnák megvédeni Bencsik Andrást, ami hát lássuk be elég reménytelen vállalkozás lenne, vagy pedig el is határolódhatnának tőle. Amivel meg az lenne a baj, hogy némileg elbizonytalanítanák a Fidesz szélsőségesebb homofób szavazóit, hát még a végén azt gondolnák ezek a fideszesek, hogy a melegpároknak joguk van az élethez. Elég nehéz helyzetben vannak most a jelszíjék, ez kétségtelen. De valahogy mégsem tudok együtt érezni velük. Mondjuk van még egy lehetőség, bejelenthetnék, hogy Bencsik András hivatalosan is megbolondult, és újra nyithatnák a lipót mezőt. Ám egyelőre még ez sem történt meg. Ami történik, az a csend. Se bűt nem mondanak, se bát, se bubut. Ehelyett borzasztóan fel vannak háborodva, ha a Youtube vagy a Facebook törli valamelyik csatornájukat, oldalukat. És bármennyire is szeretnék velük együtt sírni emiatt, valahogy ne, nem jönnek a könnyek. Bármennyire is igazuk van, legalábbis részben, nem tudom átérezni a fájdalmukat, és azért nem... Mert ha médiáról van szó, sose voltak gátlásaik, mindent lenyúltak, amit csak tudtak, és számtalanszor adtak okot arra, hogy a közösségi oldalak algoritmusai elgondolkodjanak azon, hogy van-e helye a szövegeiknek a világ civilizáltabbik felében. Ferrált Ádám nemrég összehívott minden patriótát a Google Budapesti irodája elé tüntetni és megtudhattuk tőle, hogy ez a történet odáig fog fajulni, hogy a végén azt is törölni fogják, aki csak, hát akár csak egyetlen egy videót is megnézett a felrájtól. Biztos tudjátok, hogy a Youtube letiltotta a PSTV-t. A lényeg az, hogy mi ezt nem fogjuk annyiban hagyni, semmilyen körülmények között. Pénteken, most pénteken, március 31-én, 17 órát, délután 5-től vagy este 5-től, tüntetés szervezünk itt Óbudán a Google székház előtt. Mikor fogják az én csatornámat letiltani, mert én a Pesti srácoknál dolgozom? Vagy mikor fogják letiltani azt, aki bejött hozzánk vendégként? Mikor fogják letiltani azt, aki ránk keres, vagy megnézte az egyik videónkat. Hát egyelőre ilyen nem nagyon van. Azért még nem töröltek senkit sem, mert véletlenül oda kattintott egy felrájt videóra. De tudod Ádám, hogy mi az, ami viszont megtörtént? Lenyúltátok az összes komoly vidéki lapot? Ilyen volt? Ormán rendszere szépen lenyelte a rádiókat, meg a televízió csatornákat. Ma már nagyjából az összes televízió vagy a tietek, vagy becsicskult nektek, vagy megszüntettétek. A polgári gondolkodású embereknek megmaradt a Youtube, ahol valóban többségben vannak a normális emberek, a nem szektások, mert hát a Youtube az mindenkié. Youtuber bárki lehet van egy javaslatom a számotokra, ha kell a YouTube is, ha nem elég a Facebook, nyomjátok tele a YouTube-ot reklámokkal, így nekem is több pénzem lesz, és hát a nézőim meg majd eldöntik, hogy nekem hisznek, vagy a megafonos embereiteknek, akik majd megszakítják a videóimat a videóknak csúfolt kormányzati hirdetéseikkel. Én nem vagyok biztos abban, hogy a pstv teljesen jogos volt betiltani, és az engem is zavar, szerintem is jogotok van elmondani, amit akartok, én se tartanám felnek, hogyha mondanék valami butaságot, és emiatt soha többé nem youtubozhatnék, ebben totál egyetértünk. De azért van itt egy-két dolog. Kettő. Egy, nem csak titeket töröltek, hanem például Gyurcsány Ferit is, vagyis nem igaz, hogy ez a cég titeket akar politikai okokból tönkretenni. Nekem is volt sok olyan videóm, ami, amin hát nem engedték a reklámokat, vagyis hát nem keresettem vele pénzt, mert nem feleltem meg a hirdetőknek. Kettő, hiába van részben igazatok. Ha arra gondolok, hogy mit tettetek a hazai médiával, hogyan zártátok be, nyúltátok le, csicskitottátok be majdnem az egészet, nem tudok sírni a PSTV törlése miatt. Ez van, srácok, nem megy. Próbálkozom, de nem jönnek a könnyek továbbra sem. Mit is szoktatok mondani arra, amikor a lipsik azzal vádolnak titeket, hogy egymás után zárjátok be, veszitek meg, alakítjátok át az Orbán mentes médiát? Hát ilyenkor mindig azt mondjátok, hogy de hát van még 444, meg 24 pontú, meg Telex is van, nem szüntettünk meg mindent, tehát van még néhány médium, amit nem zártunk be, nem tettünk tönkre. Hát, milyen diktatúráról beszéltek ti? Hát akkor most én meg azt kérdezem tőletek, srácok, hogy mi a túrófáj nektek? Milyen baloldali túlsúlyról beszéltek? A Deák Danikát törölték, de feltámadt a patrióta élés. Virul van, hírtévé, köztévé, vannak vidéki lapok, hát akkor most miért sír Miért is mentek hisztizni a Google irodához? Milyen elnyomáson itt? Folyamatosan lépésről lépésre, ciklusról ciklusra teszitek tönkre a kormánytól független médiát, és amikor törlik az egyik YouTube csatornátokat, akkor meg világvége van. Nem érzitek, hogy mennyire nevetségesek vagytok? Ez nagyjából olyan, mint a dollár baloldalazás. Megállás nélkül öntitek a közpénzmilliárdokat a kampányaitokba, ha kampányidőszak van, hanem a magyarok pénzét, de hát amikor az ellenfél adományokat kap, akkor azt ki kell vizsgálni, mert tiltott pártfinanszírozás, meg Idegen érdekek, nemzetbiztonsági kockázatok, soros, szabadköművesek és ufók támadása, röhely. Azért egy kicsit igazságtalan vagyok veletek, mert egy valami történt Bencsik ügyben. Törlésre került a videó. De hát ezúttal nem a Youtube és nem is a szabadköművesek törölték a sajtóklub adását a Hírtévé csatornájáról, hanem ti, valamint a médiatanács is vizsgálja Bencsik kijelentését. Szóval az elég világosá vált, hát, hogy gond van, és talán éppen ezért nem szabad erről beszélni nektek. Ilyenkor hallgatni kell. Hát, ha nem vesz észre senki, hogy mi történt, amivel csak egy baj van, hogy már észrevettük. A kormánytól független sajtó nagy része foglalkozott a Bencsikkel, a YouTube nagy része meg szintén. Ez már témasrácok. És hogyha továbbra se fogtok megszólalni, az egyre kellemetlenebb lesz nektek. Sokan írták nekem kommentben, hogy ha fideszes szavazók már olyan mélyen vannak, hogy egyáltalán nem zavarja őket, amit Bencsik mondott, sőt, pont ezt a szöveget várják el tőle. Én ebben továbbra sem hiszek, szerintem ez nem igaz. Tudjátok, hogy nagyjából mit gondolok a fideszes szavazókról, de még én sem hiszek abban, hogy ez a többségüknek belefér. És persze ezzel most nem azt akarom mondani, hogy emiatt fog megbukni az Orbán kormány, mert hát egyelőre nem nagyon úgy néz ki, hogy meg tudna bukni, és ha majd egyszer mégis megbukik, akkor se valószínűleg emiatt fog megbukni. De hogy ettől nem lettek Orbánik népszerűbbek, az is biztos. Az embertelenségnek különböző szintjei vannak, és egyértelmű, hogy ma a magyarok többsége bizony embertelenebb és erkölcstelenebb, mint mondjuk 2010-ben, ezzel egyet tudok érteni. De ez már az a szintje az embertelenségnek, amit nem hiszem, hogy a többség vállalni tud. Szóval szerintem rossz úton járnak Orbánék, hogyha ez lesz az irány. Csak jelzem, hogy még mindig nem késő visszafordulni, még mindig nem késő bocsánatot kérni, elhatárolódni, vagy mondjuk megszabadulni ettől a Bencsik nevű problémától. És ugyanígy nem késő feliratkozni a csatornára. De van még hely, és lájkolni is lehet még korlátlan mennyiségben.